Szorgalmasan dolgozik a Virágzó Zugló program csapata. A 2011 óta működő program célja, hogy a zuglói lakosok közösen hozzák rendbe, tegyék virágzóvá a lakók házukhoz tartozó utcafrontot. A Papcsák Ferenc polgármester javaslatára elindított program idén is népszerű a kerületben. Láthatóak, hogy ezek a növények milyen jól érzik itt magukat, hiszen hogyha ezeket a növényeket rendszeresen öntözik, akkor gyakorlatilag egy ekkora területen is kiválóan tudnak élni. Ezúttal nem egy lakótelepen vagy intézmények környezetében tűnt fel a Virágzó Zugló csapata, az egyik vezérutcai étterem utcafrontja szépült meg. Jó, elég. Jó. Meg kellene fog utána, úgyhogy ne vidd nagyon messzire. A Virágzó Zugló program az nem csak intézmények, magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak számára érdekes, hanem a zuglói vállalkozások is megmozdultak. Az étterem vezetője sokat tesz azért, hogy kulturált környezet alakuljon ki a vendéglátóegység területén. Borítsam be? Uh-huh. Arra a része ott nagyobb, nem? Már részt vettünk ilyen programban. Most megint megnyertünk egy ilyen pályázatot, úgyhogy elég sikeres volt, úgyhogy megint próbáljuk kicsit szépíteni az éttermet, meg a környező környéket. Harag Péter önkormányzati képviselő örült a körzetét érintő kezdeményezésnek. Ezúttal egy vállalkozás, egy önkiszolgáló étterem nyújtotta be az igényét a kert szépítésre. Úgy gondolom, hogy itt a Vezér utcában erre szükség is van, hiszen több lakos panaszkodott korábban, illetve intézmények is arról, hogy a szervizútnak az állapota, bár fővárosi fenntartású, azért esztétikai is hagy kívánni valót maga után. A Virágzó Zugló program egyik legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a közterületek rendbetételének tisztántartásának fontosságára, egy virágos, zöld kerület kialakítása érdekében.